dolog történt velem, amit soha nem tudtam volna elképzelni, hogy megtörténhet velem. Illetve nem is pont velem történt, de én is belettem avatva. Na de hogy mi történt? Így a videós társaságból az egyik videós, Hofauer Walter, ő is ott volt ezen az eseményen, ezen a bizonyos vloggerő próbán, ahol amin Ábel is részt vett, és egyébként meg is nyert, úgyhogy gratulálok, Ábel. Na most itt az történt, hogy a közönségből, akik szavaztak, azok között kisorsoltak egy utazást Rómába. Viszont nem úgy, hogy majd egy hét múlva, vagy egy hónap múlva, vagy nyáron, hanem az volt a kikötés, hogyha valaki megnyeri ezt az utat, akkor 10 perce van eldönteni, hogy el tud-e menni valakivel, tehát két személyes utat nyer. És Walter megnyerte ezt az utazást, ami csodálkoztam is rajta, hogy mondom, fú, hát ez hihetetlen, ugye hát előtte ott beszélgettem vele, mekkora mászlista. És mint kiderült, a barátnője nem tud elmenni vele, úgyhogy meghívott engem, hogy menjek el vele. Ami iszonyatosan spontán, mert jelenleg 22:30, tehát fél 11 van este, és holnap reggel indul a gép 6:30-kor, tehát nekünk 4:30-ra kint kell lenni a reptéren. Úgyhogy én most nagyon gyorsan bepakoltam nagy bőröndbe, mert az összes kamerámat magammal viszem, meg a kis bőröndbe is, és indulok be Pestre, ahol találkozok Walterrel, bepakolok hozzá, és utána 3:30-kor jön értünk a taxi. Iszonyatosan parázok, komolyan mondom, annyira parázok, mert egyszerűen ez a repülés téma, ez nekem még mindig nem a kedvencem, és ugye mondtam, hogy felülök a repülőre ugyanannak ellenére, hogy félek, de fel kell rá azért készülnöm, szóval egy héttel előtte jó tudni, ha repülök. Most 6 órán vagy 7 órán van körülbelül felkészülni arra, hogy repülök, úgyhogy elmondani nem tudom, mennyire izgulok, viszont egy ilyen lehetőséget, ha ide dob az élet, meg te Walter, köszönöm szépen, akkor ezzel élni kell. Úgyhogy rohanok Pestre, találkozok Walterrel, bepakolunk még ott nála, amit be kell, hívjuk a taxit, és indulunk a reptérre. Szóval megjöttem Walterhez, felszadok a cuccaimmal, pihenés, aztán indulunk a reptérre. Mennyi időre vagyunk még a Liszt Ferenctől? 10 perc. Igen, köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen. Esküszöm, ilyen üres se volt még ez a reptér. Várunk egy lányt egyébként, aki minket idegen vezetni fog kint. Még szerintem még nincs itt egyébként, mert a... Kicsit előbb jöttünk. Az a paraméterek alapján nem látom. Én se. Már beszéltem Walterról, ő az, aki elintézte nekem, hogy eljessek Rómába, tehát ő nyerte meg igazából ezt az utat, úgyhogy neked köszönhetem, úgyhogy köszönöm. Igen. Egyébként Walter csatornáját megtaláljátok a leírásban, úgyhogy iratkozzatok fel az ő csatornájára is. Szóval mindjárt találkozunk Flórával, és indulunk a repülőhöz, amitől én rettenetesen izgulok, ezt már elmondtam nektek előbb is, hogy egyszerűen nekem egy hét minimum kell, hogy felkészüljek egy ilyen útra. Most volt rá pár órám. A legizgalmasabb részénél vagyok a repülésnek. Izgulás van, gyerekek? Nagyon jó lenne, csak nekem. És már lehet szállni a gépre? Aha. Mekkora király! Szerintem nem. Segítsünk valamit? Számomra innen jön az igazi para. Ez valami zseniális volt. Nagyon. Én... Jó velem utazni? Hát nagyon, kár, hogy messze ültünk egymástól is. Kár, mert amúgy sem szóltam volna senkihez. Várjál, megvan? Hello, nice to meet you. Megvan a reptéri transferünk, innen indulunk a szállodába,
ami állítólag ben van a belvárosban, nem tudom mennyire van innen a belváros. Ezen kívül pedig tök hálás vagyok neked, Walter, aki itt van egyébként előttem. Mert nagyon jó, hogyha van az embernek egy kamerás barátja, aki a repülőn, ahol én nem ismerek kamerázni, ott is kamerázik helyettem, úgyhogy köszi még egyszer. Valahogy el fogjuk viselni, hogy ezzel az autóval visz minket be a város központba szerintem. Ki fogod bírni, Walter? Mint az állat! Kicsit hátrébb mehetek? Várnunk kell arra, hogy a szobánk átlegyen adva, és pihennünk kell, mert annyira fáradtak vagyunk, ez a hajnali kelés, ez fú. Háromkor mentünk ki ugye a repülőtérre, egyszerűen úgy érzem, hogyha mondjuk nem is aludtam szinte semmit, és ez ki is hat. Előbb majd elaludtam az asztalon, hogy egyébként nagyon kényelmes volt, elzsibbadt mindenem. Szóval most megvárjuk, hogy készüljön a szobánk, és végre megyünk fel, elfoglaljuk, és biztos, hogy én nagyot fogok szunyálni. Úgyhogy indulunk fel végre, és fú, nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz a szobánk, és remélem jó kilátásunk lesz, bár ebben most nem vagyok biztos. Oké, nem értettük, hogy miért nincsen a negyedik emeletre lift, aztán megértettük, ennyi a negyedik emelet. Így van, 405 vagy 402. Jó? Nem az nagy. De legalább modern. Itt vagyunk a szobánkba, amit holnapra kicseréltettünk, mert egy francia ágyat kaptunk, ami nem teljesen szerencsés nekünk. Ja, a szoba az amúgy... Mert az én szívem már foglalt, úgyhogy... Hülye. Szóval a szoba egyébként modern, tehát szép, de nagyon kicsi. Igazából... Most figyelj, szerintem úgy többet, egyrészt most szerintem annyira többet nem lehet várni ezért, de amúgy nem rossz. Tehát most nem, modern. A fürdőszoba korrekt. Én is erre vagyok allergiás. Hogy ez szép. Korrekt a fürdőszoba. És tök jó cipővel bejöttem. Tiszta, most bejött most már nem az. Most már nem tiszta, de igényes a zuhanyzó, ami nekem egy üdítő szív volt. Igen, nekem is, meg a drónnak sem tudom tölteni, ez a másik, ami jó. Imádkoztam, hogy jó legyen a kilátás, igazából annyira nem rossz. Viszont szar. Semmit nem látunk, de nagyon semmit. Mennyire semmit nem látni? Hát a szemközi házat látod, meg itt egy ilyen putris izé. Hát nagyon semmit nem látni, de mondjuk. Nem baj, a szoba legalább tiszta tényleg is, ez nagyon szép. Most már a következő nap jelentkezem hozzátok. Tegnap nem tudtam befejezni a vlogot, mert annyira fáradt voltam, hogy elkezdtem beszélgetni egy otthoni barátommal, és Walter keltett fel, hogy miközben beszélt hozzám telefonon, elaludtam. Tehát annyira fáradt voltam, hogy a vágást is félbehagytam, mindent félbehagytam, nem tudtam folytatni. Ezen kívül az internet is rossz, úgyhogy az internet is kicsit akadályozza, hogy feltöltsek mindent időben. Viszont nagyon-nagyon jó nap volt, és eldöntöttem, hogy minden nap fogok csinálni vlogot, tehát nem egy összesítős videót fogok csinálni, hogy mi történt, hanem minden nap fogok csinálni. Lehet, hogy így a net miatt, meg az idő miatt egy picit elcsúszva fognak felmenni, de minden napról lesz egy vlog. És ezt mostantól mindig így csinálom, hogyha valahova elutazok, mert otthon is meg lehetne csinálni, de otthon azért annyira sok érdekes dolog nem történik még velem se. Most jó éjszakát, és holnap találkozunk.